2022. január 1-től fontos változások történnek a földforgalmi törvényt illetően, mondta Györfi József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának földügyi referense. Ilyen például az okiratcsatolási kötelezettség. Itt a jogszabály rugalmas lett, és innentől kezdve csak azokat a változásokat kell igazolni, vagy csak azokat a jogcímeket kell igazolni, okirattal, ami a közhiteles nyilvántartás a földhivatalnak, a MISZ-nek, mezőgazdasági igazgatási szervnek a nyilvántartásában nem felelhető. Tehát akkor még egyszer a helyben lakó szomszédságot túllappal, térképpel nem kell igazolni, de az állattartó telepet továbbra is igazolni kell, okirattal kell igazolni, takarmányvállalkozást igazolni kell, és a teljesség igénye nélkül azért még vannak még olyan jogcímek, erdőbirtokossági társulat például, amit igazolni kell, de azok a nyilvántartások, amik felelhetőek a földhivatal számára, azokat a jövőben nem kell igazolni, ez plusz terhet vesz le a gazdák válláról. A következő változás az úgynevezett földhasznosítási kötelezettségekre vonatkozik. Ha valaki termőföldet vásárol, azoknak kötelező megtenni a kötelező földhasználati nyilatkozatot, az azt jelenti, hogy a megvásárolt ingatlan saját magának kell használni, művelni, vagy pedig kivételként említi a törvény, hogy közeli hozzátartozónak, illetve a saját tulajdonában álló cégnek, ha legalább 25%-ban tulajdonában áll, akkor annak átadhatja. Ez alól volt egy kivétel, például az ajándékozás esete, ahol nem kellett megtenni ezt a nyilatkozatot, ezt a kiskaput úgymond bezárja a módosítás, innentől kezdve ajándékozás esetén is szükséges megtenni ezt a nyilatkozatot. Aki eddig befektetői céllal vásárolt földet, innentől kezdve saját magának kell művelni a földet. Egy új intézmény kerül bevezetésre a földforgalmi törvény kapcsán, ez a közzétételre való alkalmasság vizsgálata. A közzétételre való alkalmasság mind haszonbérleti szerződések esetén, mind tulajdonjog esetén, tulajdonjog változás esetén egy új intézmény. Ez azt jelenti, hogy a megkötött adásvételi szerződést, a megkötött haszonbérleti szerződést innentől kezdve az adásvétel esetében az eljáró ügyvéd, haszonbérlet esetén a felek nem a helyileg illetékes jegyző számára viszik tovább ügyintézés céljára, hanem a MISZ számára fogják postai vagy személyes úton eljuttatni, és ő közzétételre való alkalmasság vizsgálatot fog lefolytatni, alaki tartalmi, formai szempontból vizsgálja a megkötött szerződést, plusz érvényesülés és hatályossági szempontból vizsgálja meg, és 15 napon belül végzést hoz, hogy közzétételre alkalmas vagy nem alkalmas a szerződés. Utóbbi annyiban fogja a gazdák érdekeit szolgálni, hogy a hibás szerződéskötéseket ki tudják küszöbölni. A közzétételre való alkalmasság az nem pótolja, nem jelenti egyöntetően azt, hogy hatósági jóvágyásra is alkalmas, hiszen még nagyon sok vizsgálaton keresztül megy egy adásvételi szerződés, vagy pedig egy haszonbérleti szerződés. A következő, azt gondolom, hogy szintén jelentős változás a közös tulajdon megszüntetésének egy speciális esete, ami arra vonatkozik, amikor közös tulajdonban lévő felek kötnek egymással adásvételi szerződést, nem állt fent elő vásárlási jog, hiszen az adásvételi szerződés közös tulajdon megszűnését eredményezte, így mentes volt a hatósági jóvágyás alól. Itt hozott a jogalkotó egy olyan változást, hogy a tulajdonjogot szerző félnek legalább 3 éve tulajdonostársnak kell lenni. Itt a fiktív, spekulatív célú cseréket, tulajdonszerzéseket próbálja kizárni azzal, hogy 3 éves időtartamot ír elő a szerzőfél számára. Szintén változott az egybefoglalt haszonbér esete. Hogyha kifüggesztés alatt van bérlet esetén egy ingatlan együttes, több ingatlan együtt, és a tulajdonostársra vonatkozó előhaszonbérleti jogával élni kívánó gazdálkodó akkor teheti meg, hogyha mindegyik ingatlanban társtulajdonos. Ha csak az egyikben, akkor ezt nem teheti meg január 1-től. Eddig ezt megtehette, akkor eddig úgy kellett tekinteni, mintha mindegyikben társtulajdonos lenne. Az egybefoglalt vételár hasonló megfontolásból született, mint az egybefoglalt haszonbérlet. Itt is nagyon fontos volt az a szempont, hogyha értékesíteni kívánja a gazda a területeit,
a tulajdonos, akkor együtt tehesse ezt meg, és ne legyen az a számára nem előnyös helyzet, hogy valaki ki tudja csemegézni a számára előnyösebbet, és az előnytelen föld meg ott marad. Így egybefoglalt vételár intézményével tud élni abban az esetben, hogyha ezek a területek egymással szomszédosak, az bérletnél is feltétel volt, vagy pedig akkor, hogyha vevő a föld használója legalább 3 éve, vagy pedig az eladó a föld használója legalább 3 éve. Területi szabály, hogy azonos járásban vagy szomszédos járásban kell az ingatlanoknak elhelyezkednie. A tulajdonostársra vonatkozóan itt is változik a tulajdonostárs megítélése. Ha a tulajdonostársként élni kíván az elővásárlási jogával, az egybefoglalt vételárral meghirdetett területeknek, akkor ezt akkor teheti meg, hogy az összes ingatlan esetében tulajdonostárs. Ez szűkíti, de azt gondolom, hogy ez is inkább jövőbe mutat. A spekulatív szándékot tudja csökkenteni. A földforgalmi törvényben lényeges módosítása a haszonbérleti szerződések elutasítási okainak bővítése. Ez pedig nem más, mint az aránytalanság intézménye. A jogalkotó próbálj elejét venni a látszólag indokolatlan magas bérleti díjaknak, hogy azok továbbra is reális, helyileg piaci alapú haszonbérleti díjak intervallumába tudjon maradni, és előírja a bérbeadó számára, hogyha az a helyileg megszokott piaci haszonbérleti díjtól jelentősen eltér, akkor egy indoklási kötelezettség van a bérbeadó felé, vagy a bérbeadó számára, és ezt már meg kell tennie a haszonbérleti szerződésben. Mik lehetnek ezek az előnyös tulajdonságok egy ingatlan esetében? Felsorolja a jogszabály, tehát az öntözhetőség, a megközelíthetőség, művelhetőség, közúttól való távolság. Jövőbeni kockázati tényezők nem beszámíthatóak. Hogyha a mezőgazdasági igazgatási szerv úgy ítéli meg, hogy ez indokolatlanul magas, akkor nyilatkozattételre szólítja föl a bérbeadót. A bérbeadónak nyilatkoznia kell az előnyös tulajdonságokról. Itt a jogalkotó 2022. július 1-től a nyilatkozattételi eljárásban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának ügyféljogállást biztosít. A hatóság jóvágyás megtagadó vagy jóváhagyó határozatok esetében pedig keresetindítási joga lesz, amit gondolom későbbiekben még végrehajtási rendelet fog szabályozni. A szakember elmondása szerint 2 elővásárlási jogcímet is pontosítottak. Az ökológiai gazdálkodásnak a leglényegesebb változások, hogy az átállási időszak ökológiai gazdálkodásra történő átállást a birtokba lépés követően 30 napon belül be kell jelenteni mi számára, az átállási időszak végét pedig a hatósági igazolással, ökogarancia vagy a biokontroll a 2 jelentősebb ökológiai tanúsító szervezet igazolásával a MISZ felé igazolni kell az átállási időszak végét. Ez azt gondolom, hogy a sokat bírált ökológiai gazdálkodásnak a nyomon követhetőségét fogja biztosítani. A másik elővásárlási jogcím, ami pontosításra került, az a földrajzi árujelzéssel ellátott termék előállítása és feldolgozása. Ez a jogcím esetében pedig a módosítása következő. 7 éven belül kell megkezdeni az olyan földrajzi árujelzéssel ellátott termék előállítását, mint például a makói hagyma, vagy a kalocsai fűszerpaprika, vagy például nem tudom, talán a szekszári bor, ami jelentősebb, a teljesség igénye nélkül. 7 éven belül kell megkezdeni, gyümölcsös esetében pedig a termőre fordulástól kell megkezdeni. Ezt az időszakot 10 évig kell fönntartani. Ha a 10 éves időszakon belül tulajdonosváltás történne, akkor a tulajdonjogot szerző félnek kell vállalni a fennmaradó időszakra a kötelezettség teljesítését. A földügyi referens legvégül pedig a haszonbérleti díj megfizetésének módját emelte ki. A jogszabály módosítás során termőföld haszonbérlet esetén a bérleti díj innentől kezdve csak átutalással vagy postai utalvánnyal tehető meg.
a készpénz fizetést innentől kezdve nem megengedett, az ettől való megállapodás pedig semmis. A jogszabály kivételt tesz három esetben, hogyha hozzátartozók között történt az adás, a haszonbérleti szerződés, vagy hogyha a haszonbérleti szerződéssel érintett ingatlan nem érje el az 1 hektárt, vagy tanya esetében. Ellenkező esetben pedig átutalással vagy postai úton lehet megtenni haszonbérleti díj fizetését. Ezek voltak azok a főbb változások, amit szerettem volna elmondani. Ha kérdésük van, akkor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai állnak szívesen a rendelkezésükre.